szerzőt meg tudott volna előzni, hanem a titok az az volt, hogy egy miskolci szerzőnek a tollából született. És a miskolci emberek, én azt gondolom, Miskolc és a miskolci emberek között van egy olyan kovalens kötés, ami egy olyan erős kötés, ami hogyha születik egy ilyen szerző által, teljesen mindegy, majdhogy nem, hogy milyen szakkönyv, azt valahogy felemeli a közösség. Gondoljunk itt csak itt például a villamosunkra, ami nem tud veszíteni, igaz? Tehát, hogyha egy szavazás van, akkor biztos, hogy a miskolci villamos megnyeri. Én mindenkit azért biztatok arra, hogy Miskolccal legyen ilyen kovalens kötésbe, és mi is tegyük hozzá magunkét. Gondolok itt arra, hogyha virágzó kultúrát szeretnénk Miskolcon, akkor járunk el színházba, kulturálódjunk. Mindenképpen, hogyha tiszta város szeretnénk, akkor járunk el közösségi szemétszedésre, akár a Bükkbe, akár az Északerdőhöz, és akkor fog igazán jól működni ez a város, véleményem szerint, hogyha mi itt miskolci lokálpatrióták is maximálisan beletesszük azt a munkát. Még egy dolog, egy gondolat, ugye itt elhangzott Zoltán részéről, hogy egy értékközösség jött létre. Én most itt szétnézek itt gyors itt a közönség sorai között, és nagyon sok olyan embert látok, aki a könyvben akár szerzőként, vagy akár fotósként is szerepel. Én nagyon szépen szeretném megköszönni külön az ő munkájukat, hiszen nélkülük ilyen gyorsan, ilyen hatékonyan nem tudott volna ez megvalósulni. Ezen kívül Veres Pál volt polgármesternek is, egyébként nagyon jó, bejött a csőbe, ugyanígy egy dedikált könyv itt várja pont a polt mögött, úgyhogy, ja már meg, jó. Már akkor, megvan, már megvan. Akkor lehet, hogy lesz kettő. Ha valaki szeretne egy Veres Pál névre szóló dedikált könyvet, akkor azt mondja, az egyik eladó lesz. Akkor kettő van, licitálni lehet rá, így van. Szerintem ez külön érték lesz, hogyha valaki ezt szeretné, akkor szerintem keresen egy Veres Pált. Viccet félretéve én azzal szeretnék búcsúzni, hogy ugye mi elmondatunk erdészemberként az erdő unokáink öröksége. Én hiszem azt, hogy nem csak az erdő, hanem az épített környezet is unokáink öröksége. Nagyon-nagyon vigyázzunk rá, óvjuk meg, és tényleg legyünk büszkék arra, hogy miskolciak vagyunk. Ez a könyv, ez egy miskolci büszkeségnek a szimbóluma vagy a szobra. Vigyétek szeretettel, és kerüljön minél több karácsony alá is ez a könyv. És akkor a záró szó, ezt már harmadjára mondom, olyan vagyok, mint Kalambó. Szeretnék egy kis apró kedvességgel készültem. Egyrészt a Guinness könyvtárba tulajdonosának, Vilmosnak egy ilyen kis plakettel, ugye ez a Miskolc könyvnek a logója. Köszönöm még egyszer a sok támogatást, a szeretettel, Vilmos, én köszönöm. És nagyon szépen köszönöm Reimann Zoltánnak is, akiről tudni kell, hogy hát szerintem nála nagyobb lokálpatrióta, nem hiszem, hogy nagyon van, aki ráadásul 6., 7. segítség, hogy könyvbe szerzője vagy? 7. Hát tudjátok, valaki bélyeget gyűjt, valaki könyveket gyűjt. Tehát, hogy Reimann Zoltán, ő nem bélyeggyűjtéssel foglalkozik, hanem könyvírással. Úgyhogy Zoltán, nagyon szépen köszönöm a méltatást, és fogad szeretni. És akkor aki szeretne egy névre szóló dedikált példány, az pedig várom szeretettel is. Gyertek! Köszönöm. Köszönjük szépen! Köszönjük.